Amikor Skywalker a legendás Star Warsban harcol a gonosz ellen, ki gondolná, bolgárcipőbe bújva teszi ezt. A filmvilág számos különleges lábbeliét egy családi vállalkozás készíti a bulgáriai Pestera városában. A Star Wars és a Trónok harca csak kettő a sok híres megrendelő közül. Ez a kis cipőüzem Bulgáriában nagyszerű dolgokra képes. Kézimunkával gyárt egyedi cipőket híres filmeknek. A Star Warsban Ray Skywalker is bolgár cipőt visel. És az utolsó Star Wars trilógia sok más szereplője is. De más nagy filmekhez is készülnek itt cipők. Kosta Bozov cipész, a kaptafák mestere. Vicces, hogy ezeket a filmeket ő nem is ismeri. Nem vagyok otthon a filmekben, csak a cipőket csinálom nekik. A vevőknek gyakran speciális kéréseik vannak. Kellett 52-es méret is, azért az nagy. Ez a cipő az egyik híres sorozatban szerepelt. Ezeket a kaptákat a Trónok harcához használtuk. Ezeknek például fa sarka van. Ilyeneket manapság nagyon ritkán használnak. Gyakran éjszaka jönnek a megrendelések, és néhány napon belül szállítaniuk is kell. Amikor az ügyfelekkel találkozunk, mindent lebeszélünk. A korszakot, a hozzáillő dizájnt és az anyagokat is kiválasztjuk. A Trónok harcában például ilyen durva, régi bőrt használnak. Ezt a marhabőrt csak a filmek miatt tartják. A kézcipőket tilos nyilvánosan megmutatni. De a cég így is nagyon büszke rájuk. Pedig nem a filmes cipő a fő profiljuk. Ezek csak a megrendeléseink töredékét teszik ki. De ez a munkánk legszebb része. Boldogok vagyunk, ha látjuk a cipőinket a filmvásznon. Már megvan a következő rendelés. De a vevő neve titok.